Mobiltelefon, internet, digitális tévé, online rádió. Kommunikációs és médiaeszközök, melyeket egyre gyakrabban és szívesebben használunk. És mindezek kapcsán egy új fogalom, a New Media. Kíváncsi voltam, mit jelent ez pontosan. Mit értenek alatt a szakemberek, mond-e valamit egyáltalán az átlagembernek. Mindenek előtt az utcán érdeklődtem. Tudja esetleg, hogy mit jelent az a kifejezés, hogy New Media? Nem tudom. Nem, mert nem foglalkozok. Én Vásárhelyen nőttem fel, elvégeztem a mesteri technikai képzetet, de én ezekkel nem foglalkoztam. Bonyolultabb mediális eszközök. Nem tudom. Gőzöm sincs. Csak hallottam, nem találkoztam vele. Szavakat tudom lefordítani magát, hogy mit jelent a kifejezés, azt innen nagyon tudom. No, I have no idea, sorry. Nem csak nekem volt tehát új ez a fogalom. Nyomoztam tovább az interneten, és igyekeztem szakértők segítséget kérni a témában. Az amatőr oldal, a YouTube, a New Media oldal, a hálózatokról szól, a közönség is meg tud szólalni dologról szól, és magáról a közösségről, tehát hogy a piramis alja, a tévénézők is tudnak ilyen tartalmat gyártani. A New Media szerintem a média megújítási folyamata, pulcoz a mobilitás, tehát most még azért az internet, az valamilyen mértékben hagyományosan az van a fejünkben, hogy ahol az iszonyatos nagy eszközök kellene, be kell dugni a kábelt, vagy nem tudom miket kell tenni. Ha ebbe az irányba el tudunk jutni, hogy ezek a kis ütjük gyakorlatilag segítségünk lesznek, akkor azt mondom, ez egy nagyon hasznos világ lehet. Az új média tehát jelentősen átalakítja a műsorkészítés és fogyasztás szabályait, lehetőségeit. Vajon mit gondolnak erről a hagyományos kereskedelmi és közszolgálati rádióban, tévében dolgozó szakemberek? Nagyon érdekes, mert egyszerre gondolom azt, hogy most sokat változott a média, és egyszerre gondolom azt, hogy semmit nem változott. Azt gondolom, hogy teljesen mindegyik jól sugároznak. A lényeg az, hogy a Magyarországon az emberek szemlélete arra legyen nyitott, hogy ez érdekességeket keresi. Nem műfajt, tehát nem bulvárt, vagy hírt, vagy nem tudom mit, hanem érdekesebb. Már nem az a kérdés, hogy jelen vagyunk az interneten, vagy sem, mert aki nincs jelen a neten, az nem létezik. A kérdés az, hogy hogyan maradjunk ott, hogyan legyünk felismerhetőek egyedek ebben a rettenetes nagy kavalkád. A kereskedelmi rádiós iparág nem találta ki, hogy hogyan akar ott lenni a neten. Nem gondolkodott ezen eleget, nem izzadta ki magából azt a megoldást, hogy. És akkor most 30-40 pontban lehetne ezt különféle utakat körvonalazni. Ez nagy adósságunk önmagunk meg a hallgatóink felé. Ez ciki is. Mindezek után pedig adódik a legfontosabb kérdés. Mit hoz a jövő? Hova fejlődhet a média és ezzel együtt a kommunikáció? Platformra fog jutni minden, hiszen ma már tudunk gyakorlatilag televíziót nézni interneten, sőt vannak webes televíziók, vannak webes rádiók. Néhány év múlva lehet, hogy az halálosan evidens lesz, hogy történik egy vonatbaleset, és fél perc múlva valakinek a mobiltelefonjáról élőképet látunk majd, mert az emberek hozzászoknak ahhoz, hogy ez működőképes valami. Például Amerikában van már ilyen videó megosztó oldal, ahol te élőben a mobiltelefonoddal fel tudsz jelentkezni, és éppen azt lehet látni, ki hol jár. A jó hír, hogy egyre több ember van, vagy a profi világból, és ugye átadja ezt a tudást, mert rá van kényszerítve, hogy szüksége van az amatőr tartalomra, tehát át kell, hogy adjam, hogy legyenek önkéntes tudósítóim, Skype tudósítóim, vagy bármi, az ingyen van, de még sincs ingyen, mert nekem bele kell fektetni tudást, és képzem őt, az amatőrt, akinek ezáltal ugye egyre nagyobb tudása lesz, és majd megalapítja a saját kis community TV-t, ami ugyanúgy fog tulajdonképpen működni, mint az old media, mint a nagy televízió, csak kicsiben, olcsóbb és sokkal-sokkal hatékonyabb, és egy nagy előnye, hogy össze vannak kapcsolva ennek a médiumnak a gyártói. Az új média, mint szertágozó folyamat, tehát egyszerre van hatással a profi műsorkészítőkre és a hétköznapi kommunikációra. A legfontosabb változás talán az, hogy most már bárki válhat amatőrből profivá, ehhez csak egy ötlet, némi kreativitás és egy kis bátorság kell, minden más eszköz adott. A politika és a marketing szakemberei mellett bárki használhatja az új média és az internet adta lehetőségeket. A sikerrecept pedig bármikor letölthető a mobilunkról. Csinálj egy lemez, és told fel a Space-re, hogy ne csak a haverok vegyék majd észre is. Tegyél a borítóban nagy mellű nőket, toll a kézben mondom a tendőket, hogy csinálj egy klipet is, és told fel a Tube-ra, hogy nézhesse mindenki újra meg újra majd. Vedd elő a rádió szerkesztőket, napok.